Még egy kicsit uh, visszatekintenénk a fejről elleni mérkőzésre. Ugye a meccs után talán uh, Subka Attila sem tudta elönteni, hogy elég ez az egy pont, vagy több volt benne, így néhány napot uh, aludva rá. Hát ugye, amit, amit a sajtótájékoztatón is beszélgettünk a mérkőzés előtt, az ember azt gondolta, hogy az egy pont is megfelelő lenne a mi helyzetünkben, ugye elég sok sérültünk van, hiányzónk van, nem igazán tudtunk úgy fölállni, hogy szerettünk volna, de én azt gondolom, hogy a játékosok megtettek mindent ezen a meccsen, hogy, hogy három pontot szerezzünk. A, a kiállítás után volt az a periódus, amikor én azt gondoltam, hogy őt meg tudjuk nyerni a második félidőben. nyomás alatt tudtuk tartani a Fehérvár csapatát, ott voltak lehetőségeink, sajnos még mindig iszonyatosan gólhiányba szenvedünk vasárnapi nap nyitó meccsét játszottuk, akkor is az követő eredmények is átértékelik, vagy felértékelik ennek a jelentőségét. Talán ilyen szempontból nem alakultak rosszul az eredmények most. Hát nem alakultak rosszul az eredmények, de én amit szoktam mondani a kollégáknak, játékosoknak, hogy nekünk azzal kell foglalkozni, hogy mi pontokat szerezünk. Ha mi szerzünk pontokat, akkor bármi alakulhat mögöttünk. Ha megnyerjük a mérkőzéseinket, akkor mögöttünk is nyerhet a csapat. Az a lényeg, hogy, hogy mi tudjuk hozni azokat a meccseket, amire számítunk. Most viszont valóban a forduló első mérkőzését játszunk pénteken mezőkövesden. Hogy emlékszik vissza az első két kövesd elleni meccsre? Hát én úgy gondolom, hogy az első mérkőzés, amikor kettő egyre nyertünk ott, az, az, jól sikerült. Akkor a játékunk is teljesen más volt, mint a mostani időszakban. Én azt gondolom, hogy, hogy egyértelmű volt ott a győzelmünk. A második mérkőzésen egy kiki mérkőzés volt, ugye itt is lehetett volna gól, az ellenfél részéről is lehetett volna. Én azt gondolom, hogy az adott egy alapot arra, hogy a következő mérkőzéseken eredményesek tudjunk lenni. Hát bízunk benne, hogy itt is eredményt fogunk elérni, ami azt jelenti, hogy pontot pont tudunk elhozni. Teljesen más már ez a Pintér Attila-féle mint a Kutor Attila-féle volt? Hát én azt gondolom, hogy más játszanak, más felfogásban játszanak. Ugye az ott, amióta a Kutor Attila elment, azért 7-8 új játékost igazoltak, a játékos keretük is megváltozott, a Pinti a saját elképzelésére tudta alakítani a csapatot. De hát én azt gondolom, hogy mint mutatja az elmúlt heti mérkőzés a Puskás ellen, azért ők sem verhetetlenek, és bízunk abban, hogy egy jó eredményt tudunk elérni majd a hétvégén. Öm, egy kicsit azért is játszik most a csapat, hogy, hogy nyugodtabban tudjon a kupa elődöntőben pályára lépni? Hát én azt gondolom, hogy ezt el kell vonatkoztatni a kupa elődöntőtől nekünk, amit már folyamatosan hangoztatunk, minél több pontot kell szerezni ahhoz, hogy elérjük a, a bennmaradás jelentő pontmennyiséget, ami, ami után nyugodtan futballozhatunk. Ugye van még hat forduló hátra, én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő meccsekből pontokat kellene szerezni, hogy ez megtörténik, akkor, akkor rövid időn belül meg lesz az a mennyiség, amivel bent tudunk maradni az első osztályban. Tudom, hogy az a jelszó, hogy mindig csak a magunk dolgával foglalkozunk, de azért időközben pont a legutóbbi meccsen megszakadt a mezőkövesnek a 13 mérkőzésből álló veretlenség és sorozata. Jó ez nekünk, vagy nem? Hát én azt gondolom, hogy nekünk, amit az előbb is mondta, te is azzal kell foglalkozni, hogy mi nyújtsunk jó teljesítményt. Hogyha hasonló teljesítményt tudunk nyújtani, mint a Fehérvár ellen, és mellette a meglevő helyzeteinket tudjuk értékesíteni, akkor én úgy gondolom, hogy pontokkal tudunk eljönni mezőkövesről. Ugye vannak hosszabb ideje sérült játékosaink, mint Rúbus Tamás, Gosztány András és Lukász. és van, volt a Szrobadán hogy aki legutóbb döltke a sorból. Hogy állnak a visszatérés terén? Hát igen, sajnos a Rubus még mindig nem tudott visszajönni, ő már a csapattal rövidebb ideig már dolgozott együtt, a bemelegítő részeket, a labdás gyakorlatokat még nem tudta csinálni. A Lukasz még külön munkát végez, a Simovics ugye megsérült, őt sajnos nem tudjuk használni az elkövetkezendő hetekben, úgy néz ki. Valamint a Navratil is megsérült a, a videóton elleni mérkőzésen, pontosabban a fehérvár elleni mérkőzésen is, és hát nekünk ezért a mi keretünkből négy-öt olyan játékos, aki meghatározó sokat jelent. Megvannak vannak azért a helyettesek? Hát természetesen folyamatosan hangoztatjuk az öltözőben is a megbeszéléseken a játékosoknak, hogy nem 10 emberből, 11 emberből áll egy kezdőcsapat, hanem tulajdonképpen magából az egész keretből, mert bármikor be kell jönni a pályára, segíteni kell a többieknek, vagy esetlegesen, hogyha sérülés van, akkor át kell venni a helyét, és olyan teljesítményt kell nyújtani, mint a, annak a játékosnak, aki kezdő volt addig. Azért a csapat a csapat, hogy, hogy ezeket a játékosok megértsék, és mérkőzésről mérkőzésre tudják bizonyítani, az hogyha 20 percig, de 20 percig is tudunk rá számítani, és azzal is tudja segíteni a csapatot.